Hát ha már beszéltünk a bulizásról, ahhoz hozzátartozik ugye az alkohol is, ami pedig függőségeket okozhat, ahogy a műsor elején említett társas játékok is többek között. Vendégünk a témával kapcsolatban Lupák Éva. Szia Évi! Hát óriási téma ez, és gyakorlatilag nem is tudom, hogy hol is kezdjem. Bármi, ami szerintem meghaladja a normális értéket, ugye, az függőséget okozhat. De hát mi a normális? Honnan tudjuk ezt? Valahogy úgy szoktuk indítani, hogy szokása mindenkinek van, és hogy ezek jók, hogyha vannak. Ugye megszokásaink, rutinunk, ritmusunk, van olyan dolog, amit nagyon szeretünk, és körülbelül akkortól beszélünk már talán kórosságról, vagy kóros használatról, hogyha mondjuk az adott személy nem is, de már mondjuk a környezet elkezdi észrevenni, hogy valami megváltozik, vagy valamit azért, hogy megkaphassa az adott akár szert, akár viselkedés, mondjuk háttérbe szorul, vagy elhanyagolása következik be. Tehát az a ritmus, ami még mondjuk az egészségességet szolgálná, az elkezd felborulni és eltorlódni abba az irányba, hogy nagyon erős fókusz helyeződik a tevékenységre, vagy szerre, akármelyikről is beszélünk. Igen, én úgy gondolom, hogy például mondjuk akkor szer, amit nevezhetünk alkoholnak, vagy drogoknak, vagy gyógyszernek, tehát ami nem egy cselekvés, az ugye egyrészt okoz egy testi, fizikai függőséget, másrészt meg egy lelkit, amikor a viselkedésünket is megváltoztatja, plusz azért csinálok vagy nem csinálok dolgokat, hogy mondjuk ehessek, ihassak, bevehessek különböző dolgokat, megelőzi egyik a másikat? Tehát lehet, hogy mondjuk kialakul egy pszichés függés, és még egyébként testileg nincsenek mondjuk komoly problémák? Érdemes elkülöníteni, ugye, hogy vannak a szerrel kapcsolatos függőségek, és vannak az úgynevezett viselkedéses függőségek, és a megelőzés tekintetében pedig mindenképpen mind a kettőnél arról beszélhetünk, hogy valamit pótol. Tehát, hogy megelőző állapotban van valamiféle olyan hiány, amit egy adott szerrel vagy egy adott viselkedéssel próbálunk feltölteni. Ez lehet mondjuk a magányosságból, vagy a figyelem iránti szükségletből, vagy például nem kapja meg a kellő szeretetet, és valamiféle olyan kerülő úton próbálja ezt feltölteni, ami egy idő után pedig károssá válik, és nyilván a fizikai tüneteket könnyebb kezelni. Tehát könnyebb mondjuk egy alkoholfüggőségben szenvedő embernek a megvonási tüneteire gyógyszert adni, vagy valamiféle segítséget, de attól függetlenül, hogy elvesztük tőle mondjuk a szert, vagy letiltjuk az adott viselkedést, az alapprobléma, a gyökérprobléma, ahonnan kiindult, az nem oldódik meg. Tehát lényegében ilyenkor nagyon sokszor például egy alkoholfüggő átvált egy gyógyszerfüggőségre. Tehát csak egy váltás történik, az alap az ugyanúgy megmarad. Ezért aztán ugye nagyon fontos lenne, hogy elkezdődjön a gyökereknek a kibányászása. Manapság, amikor például a közösségi oldalakon mindenféle motivátoroknak a tanításait osztjuk meg, és egyébféle olyan felületek is vannak, sokan úgy gondolják, hogy nincs is szükségük akár pszichológusra, akár pszichiáterre, mert elég, hogyha elmesélik a Mariska néninek, vagy a szomszédnak, vagy elolvasnak egy ilyen cikket, és akkor már is megtörtént a gyógyulás. Ez biztos van ilyen is, hogy ritkán esetleg az ember önmagát gyógyítva eljut a nem tudom, különböző dolgoknak a letételéig, de azért nem ez a jellemző. Milyen hosszú terápiára kell annak felkészülni, aki mondjuk tényleg észreveszi magán, hogy már függő valamitől? Én szeretem azt a hasonlatot elmondani, hogy ha például van egy alaphiányunk, egy alap szükségletünk, ami betöltetlen marad, akkor azt úgy lehet elképzelni, mint egy ilyen lyukas vázát. És hogy töltögethetünk bele vizeket, mondjuk ilyen motivációs idézeteket, vagy egy-egy olyat, amivel azt érezzük, hogy segítünk magunkon, viszont hogyha az nincs ott betapasztva, vagy nem találjuk meg azt, hogy mitől lyukadt ki, akkor ez egy ilyen állandó ördögi kör. A függőségek kezelése azért az hosszú terápiát vesz igénybe. Én azt gondolom, hogy ha el akarunk jutni a mélyig, akkor azért egy ilyen három évet én mondanék, hogyha ha valaki erre ténylegesen hajlandó. Furcsa dolgot mondtál, azt mondtad például, hogy ok lehet a szeretetlenség. Most sokan azt mondják, hogy na jó van, de hát akkor most akkor hát nem szeret senki, és akkor most honnan találjak valakit, aki engem hirtelen szeretni fog, és ezzel megoldódik a problémám.
Ha azt érzem, hogy nem szeretnek, akkor ezáltal nagyon sokszor bizalmatlanná is válok. És lehet, hogy el sem tudom fogadni azt, hogyha valaki szeretettel vagy olyan érzésekkel fordul felém. Tehát nagyon sokszor a függőségek hátterében van egy elfojtott érzésekből álló halmaz is, tehát amiket nem tudok kifejezni, nem kaptam meg soha, tehát nem is tudom érezni, és ennek is van egy tanulási folyamat, hogy megtanulni azt, hogy hogyan tudom először is önmagamat megszeretni, és ezáltal pedig ugye másokat is, vagy másoktól is elfogadni a szeretetet. Ugye beszéltünk arról, hogy az alkohol, a drogok, a gyógyszerek, a szerencsejáték esetleg, ugye ezt sokan tudják, hogy függőséget okoz, de maga akár a játék is, illetve maga a számítógépes játékokba és magába a számítógépes világba való becsapódás, onnan is nagyon nehéz kijönni. Vannak-e még olyan területek, amik most mondjuk egyre több áldozatot szednek, ha lehet ezt mondani? Ezt jó, hogy említetted, mert most nagyon sok szülő kétségbe esetten keres mindig pszichológusokat, hogy hogyan tudja a fiatal gyereket elrángatni a számítógép elől, de hogyha belegondolunk ennek a mechanizmusába, ott egy olyan fajta világ teremtődik meg, amilyen világot a gyerek szeretne, és hogy itt is ugyanezt tudom kiemelni, hogy nagyon sokszor a magányosságból abból ered, hogy könnyebb mondjuk a gyereknek odaadni egy tabletet, egy laptopot, hogy játszani egy kicsit, foglalja le magát, és azok a készségek pedig, amik mondjuk a társas interakcióhoz, az érzelem kifejezéshez szükségesek, azok egyszerűen nem alakulnak ki. És amit meg megkap a virtuális valóságból, az egy azonnali visszaigazolás, az, hogy akármi lehetek, akár kinek a szerepébe belebújhatok, anélkül, hogy megsérülnék, anélkül, hogy kockázatot vállalnék, illetve nagyon sok frusztráció, agresszió ki tud fejeződni, le tud vezetődni egy játékban, ami lehet, hogy a valóságban például nem. Ez akár lehet jó is, mondjuk. Sok esetben igen, viszont nem tanulja meg, hogy hogyan tud a saját indulataival mit kezdeni. Mert amikor mondjuk a való életben egy munkahelyen lesz egy konfliktusa, ott nem kaszabolhatom le a főnökömet, hanem ott valahogy meg kell tanulnom azt a fajta kommunikációt, ami egy erőszakmentes, de mégis kifejezem az saját érdekeimet. Hát mivel sajnos ugye tömegével, sőt, szerintem a világ jelentős része ma már az ideje nagy részét a virtuális térben tölti, azt gondolom, hogy egyre több probléma lesz ebből kifolyólag, és egyre több munkája lesz, nem csak a gyerek pszichológusoknak, hanem azoknak is, akik felnőttekkel foglalkoznak. Hogy veszi észre a szülő, vagy mikor veszi észre, hogy baj van, és egyáltalán onnantól kezdve, amikor mondjuk egy gyerek már évek óta itt éli ki a feszültségeit, el lehet őt valamilyen módon szippantani és visszahozni a világba, a valóságba? Az nagyon jó lenne, hogyha minél korábban észrevennék, de sajnos a tapasztalat az azt mutatja, hogy körülbelül akkor kezdenek el gyanakodni, hogy baj van, amikor mondjuk a 22-23 éves gyerek, akinek el kellene kezdeni önálló életet építeni, akár a munkavilágába beintegrálódni, egyszerűen nem tud, mert nincsenek meg azok a készségei. És általában ilyenkor keresnek pszichológusokat, általában a szülők a gyereknek, aki már egy felnőtt, hogy most valamit kezdeni kellene vele. És hogy azért azokat megtanítani, amik eddig kimaradtak, ez az, amiért ez egy hosszú folyamat. Hogy újra tanulni kvázi azokat a lépéseket, amikre mondjuk fiatal vagy serdülő korában lett volna szükség. Hát Évi, mondtam, hogy kevés lesz erre az idő, de talán itt a hétvége, és hogyha azt mondhatjuk a szülőknek, hogy ha csak lehet, akkor próbáljanak húsvérprogramokat csinálni, és a természetben, vagy legalábbis beszélgetéssel tölteni a hétvégét. Azt gondolom, hogy ez már egy jó dolog, hogyha erre fölhívjuk a figyelmet. Köszönöm szépen, neked is szép hétvégét kívánunk.